Látogatási tilalom a Nyíregyházi Józsa András kórházban. A felvételek február közepén készültek, akkor is az influenza miatt rendelték el az intézkedést. A megyei tiszti főorvos azt mondja, érdemes megelőzni a bajt, és még az influenza szezon előtt beadatni a védőoltásokat. Azokat már lehet igényelni a házi orvosoktól, bár a rendelőkben még nincsenek oltóanyagok, hiszen a megyébe eddig csak a 3 év alatti gyermekeknek készült vakcinák érkeztek meg, a felnőtteké október 24-én veszik majd át. A megyébe várunk felnőttek részére és gyerekek részére is oltóanyagot. 59 ezer érkezik a felnőttek részére, ez a bizonyos 3 Fluart vakcina, illetőleg 250 adag a gyerekeknek, 3 éves kor alatti gyerekeknek. Idén is sokan kaphatják térítésmentesen az influenza elleni védőoltást, többek között a várandós nők, a 60 év felettiek és a krónikus betegek. Természetesen az egészségügyi dolgozók, akik ellátják ezeket az embereket, azok is kaphatnak. Ugyanúgy azok, akik baromfi telepen vagy húsüzemben dolgoznak szintén, illetve akik ugye a menekültekkel kapcsolatba kerültek és kerülhettek. Az influenza elleni védőoltás még mindig megosztja a társadalmat. C-vitaminok, teák, gyógyteák, ezek alkalmazásával el szoktuk kerülni a megbetegedéseket. Miután 60 éven felüliek vagyunk és ingyenesen kapunk védőoltást, minden alkalommal beoltatjuk magunkat. Miért tartja ezt fontosnak? Az unokáimon egy nap alatt átmegy a megfázás, nekünk 3 hétig tart. Szerencsés a családom, mert nem igazán influenzások, és nem is szoktunk felvenni ilyen oltást. Mikor a szüleim éltek, akkor ők meg felvették, úgyhogy de nálunk még nem fordult elő. Az egészségügyi szakemberek azt tanácsolják, aki teheti, járjon kevesebbet közösségbe a következő hetekben, ne válasszon tömegközlekedést, és egy nap többször mosson kezet. Ezekkel ugyanis elkerülhetőek az influenzás megbetegedések.